Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Nos, a mai napon hoztam nektek egy kis összefoglalót, hogy mi is történt velünk az elmúlt néhány hónapban, mert azért rengeteg dolog történt. Nos, ahogy már gondolom észrevettétek, az elmúlt 2-3 videónál nem Susie Dunn néven jövök fel, hanem Susie Seidler Dunn, ami ugye azt jelenti, hogy összeházasodtunk Gustival. Végre, végre ez is megtörtént. 7 évet kellett várni rá, de meglett. Szóval, a mi kis esküvünk az egy nagyon mini, majdhogy nem mikro esküvő volt, összvisz 9-en voltunk, és igazándiból az egész az egy anyakönyvi hivatalban történt meg, utána pedig elmentünk vacsorára. Nos ugye, ott voltak a szüleim, a tesóm, mi ketten, az már 5, akkor ott volt a 2 tanunk, meg mi egy másik párocska, 9 ember összvisz, szóval tényleg nagyon-nagyon mini családias, mini, nagyon szűk baráti körrel volt ez az egész ugye megcsinálva. És nos, hát ez az egész házasság menete, hát ez nem volt annyira nagyon egyszerű, amit maga a ceremónia, meg minden az nagyon gyönyörű volt, meg utána ugye nagyon fincsi kalcsit ettünk, stb. Stb. De az odáig vezető út az egy kicsit, hogy mondjam, nem volt gördülékeny. Nos, ugye, hogyha magyar-magyarhoz házasodik, akkor alapvetőleg relatíve egyszerű a dolog, bemész egy anyakönyvi hivatalba, elmondod, hogy szeretnél megházasodni, és a bejelentésed utántól minimum 30 nap után kaphatsz ugye időpontot. Tehát ugye van egy ilyen 30 napos várkozási idő. Most ez a külföldieknél ez úgy működik, hogy a Gustinak rengeteg dokumentumot be kellett szereznie Brazíliából. Például anyakönyvi kivonat, apostil pecséttel. Az apostil pecsét az egy ilyen, lehet más országban is létezik, de én őszintén csak Brazíliában hallottam. Lényeg az, hogy az egy ilyen nagyon hivatalos pecsét, nemzetközileg mindenhol elfogadják, hogyha az a pecsét rajta van a bármilyen dokumentumodon. Szóval kellett neki az, plusz azt le kellett fordítatni, és egyetlen egy fordító céget fogad el a magyar állam, és az pedig a OFI. Igen, OFI-nak hívják. Na hát ugye elég, mivel csak ők az egyetlenek, akiket elfogad a magyar állam, ezért elég magas áron dolgoznak. És csak úgy zárójelbe teszem. Szóval volt ez. Kellett ugye a kis útlevele, ami jó, azt nem kellett lefordítani, plusz kellett neki beszereznie egy dokumentumot, ami a, hát igazándiból arról szól, hogy ő Brazíliában nem házas már, és hogy nyugodtan férkezzenek hozzá. És ugye ezt is úgy kellett, hogy a Magyarországon lévő brazil nagykövetségtől kellett ezt beszereznie, az is csak, nem is tudom, valami 3 hónapig érvényes, szóval azért ott is kellett variálni a dolgokon. Szóval az egész dolgot körülbelül olyan február környékén, közepe környékén kezdtük el, és május 6-án volt az esküvünk. Ugye beszereztük a dolgokat, lefordítottunk mindent, elmentünk anyakönyvvezetőhöz, kellett a tolmácsnak is jönnie velünk, aláírtuk igazándiból a kérvényt arra, hogy ugye össze akarunk házasodni. Ezután ez az egész kérvény az összes dokumentummal, fordítással, mindennel elment egy valamilyen magasabb szervhez, legalábbis nekem mindig csak így emlegette az anyakönyvvezető, ő se tudta, hogy pontosan hova ment ez az egész. Nekik van 90 napjuk, hogy azt mondják, hogy igen, elfogadom a dokumentumokat, vagy mégsem. A szerencsénk volt, ez legalább nem tartott 90 napig, hanem 30 nap alatt megjött a, úgymond az oké ettől a hivatalos szervtől, és innentől indul maga a magyar verzió, ami ugye magyar-magyarhoz házasodik,
című történetben van, hogy bejelented ugye, hogy össze akartok házasodni, és kell 30 napot várni. Na most, ugye ez a 30 napos várakozási idő, ezt mi le tudtuk faragni körülbelül egy olyan másfél hétre, mert egyrészt ugye a babák miatt, tehát ugye nekem be kellett mutatnom, hogy jönnek a babák, és ketten vannak, veszélyeztetett terhes vagyok, úgyhogy nagyon nem tudunk várni sokat. A másik pedig az, hogy a mi szerencsénkre, de másnak nem szerencséjére, valaki lemondta az esküvőjét, úgyhogy így konkrétan az volt, hogy felhívott az anyakönyvvezető, hogy figyelj, Szuzi, a legközelebbi időpont, amit tudok adni, az július 3 volt, valami hasonlót mondott, igen, és hát mondtam, hogy hát igazándiból ez elég messze van, de ha esetleg valahol van lemondás, akkor mi szívesen betippenünk összeházasodni, és akkor mondta, hogy hát ha ennyire flexibilisek vagytok, akkor mit szóltok a jövő szombathoz? És ez egy keddi napom volt, szóval egy olyan rám, tehát ahogy megkaptuk ugye az approvot, arra, hogy minden dokumentum okés, hívott egyből az anyakönyvvezető, és akkor nem azon a héten szombaton, hanem az azutáni szombatra tudott időpontot kapni. Én gyorsan mindenkit felhívtam, hogy figyelj, srácok, ez van, esküszünk, tudtok-e jönni? És így szerencsére mindenki tudott, úgyhogy így jól sült el az egész, és tényleg amúgy a ruhámban még mindig belefértem akkor. Ugye most Júni 27. Igen. Kicsit el vagyok maradva már ezzel az update-tel. Szóval júni 27 van most, és ugye május 6-án házasodtunk, hát lassacskán már 2 hónapja lesz. Berakok majd néhány kis klippet, mert amúgy mi felvettük pont ezzel a kamerával, amin most ugye felveszem ezt a videót, meg minden videómat, amit felveszek. Ugye ezzel a kamerával mi felvettük az egészet. A Guszti szülei is ott voltak virtuálisan, tehát volt egy másik állványon a Guszti telefonja, és a WhatsAppon keresztül volt egy ilyen videóhívásunk, és akkor ők úgy végignézték az egészet. Plusz volt egy fotográfus, ő inkább a rendezvény szervező volt, és ő mondta, hogy az én saját telefonomat adjam oda neki, és hogy ő közben csinál majd fotókat. De amúgy nagyon jó fotókat csinált, szóval így igazán van fotónk is, videónk is, és nem kellett se fotográfus, se videográfust ugye fizetni, szóval elég DIY esküvő lett. A ruhám is búhúról van, szóval, hogy mondjam, olyan tényleg csináld magad esküvő volt, de nagyon jó volt, nagyon szerettük, nagyon élveztük, a vendégénk is élvezték, úgyhogy minden szuper volt. Ugye maga ez az egész esküvő és minden felkészülés, amit eddig csináltunk, az ugye csak egy pici része a történetnek, ami ugye történt velünk az elmúlt néhány hónapban, mert ugye láthatjátok a videókat arról, amikor csináltam mindenféle szortírozást, a ruháim nagy részét eladtam, vagy eladományoztam, volt igazából az összes dekorom is adományba került, és hát úgy adományba, hogy közületek néhány embert kiválasztottam, és meg tudtuk oldani, hogy át tudtam adni, vagy el tudtam küldeni magát a csomagokat. Úgyhogy remélem, hogy amúgy mindenkinek nagyon tetszik maga a kis dekorcsomag, amit kapott, és szívesen várom majd a kis fotókat, hogy majd melyiket, hogy használjátok, ugye évszaktól függően.
De, szóval ez az egész nagy szortírozás, és a cuccainknak a 95%-ának az eladása arra ment ki, hogy mi el tudjunk költözni. És ez a költözés, ez is egy hatalmas költözés volt, mert Brazíliában vagyunk. Úgyhogy... Nem tudom, hogy mögöttem láttok-e pálmafát esetleg? Talán... Nem, itt éppen nincsen, másik irányban van. De... Lényeg az, hogy hát már nem vagyunk Magyarországon. Ugye ez az egész Brazíliába való költözés, hát körülbelül egy olyan jó 2-3 hónap, inkább 2 hónap volt az, amikor maga a fizikai dolgoktól úgymond megszabadultunk, tehát ugye eladtuk a dolgainkat, eladományoztuk, ugye, ugye egy elég nagy falat volt az, hogy ugye az autót eladjuk, azt is sikeresen eladtuk, plusz ugye, hogy találjunk új bérlőt az Albiba, ami szintén sikeresen megtörtént. Úgyhogy így, hogy mondjam, így utolsó, nem mondom, hogy utolsó pillanatokra lettek hagyva a dolgok, de azért kellett hozzá majdnem 2 hónap, hogy tényleg mindent el tudjunk adni. Maradt talán még egy dolog, amit a Guszti nem adott el, az a desktopja volt, az asztali számítógépe, az egyik haverunknál van, és akkor ugye ő rajta keresztül lesz majd eladva, tehát ugye hirdetve van Facebook Marketplace-en, csak ugye a sráchoz kell majd menni felvenni a gépet, hogyha valaki megveszi, vagy amikor ugye majd valaki megveszi. Úgyhogy ezt az említve amúgy mindent el tudtunk passzolni, eladni, stb. Barátaink rengeteg dolgot vettek át, vettek meg tőlünk, szóval az is nagyon nagy segítség volt, úgyhogy köszi mindenkinek még egyszer, aki beszállt ebbe a kis bizniszbe. Úgyhogy igen, hát elég nagy változásokon mentünk keresztül. Maga a költözés, hát az úgy történt, hogy fejenként volt 2 nagy bőrönd, amit leadtunk, ez a 23 kilós bőrönd, plusz még egy kellett, mert nem fértünk végül bele, szóval így 3 nagy bőrönd volt, ami le lett adva. Volt 2 gurulós pici bőrönd, amit ugye fel tudtunk vinni magunkkal a fedélzetre, plusz 2 hátitáska. És így ennyi. És ennyibe belefért az egész életünk. Nem tudom, hogy csináltuk, mert rengeteg cuccunk volt, főleg nekem rengeteg cuccom volt. És ugye ezzel rá is jöttem, hogy hát elég gyűjtögető típusú ember vagyok, úgyhogy kicsit módosítani kéne a hozzáálláson a jövőben, de hát mindegy. Lényeg a lényeg, hogy sikerült tényleg épségben, egészségben minden csomaggal átjönnünk. A babócák is jól viselték az egészet, alapvetőleg majdhogy nem végig aludtak, inkább a landolás volt az, amikor ők felkeltek, és úgy éreztem, hogy mocorognak. Ugye ahogy jöttünk, na hát ugye ez nem egy kis út, tehát ilyen összvisz, ajtótól ajtóig, hát majdnem 24 óra volt az utazás, várakozása mindennel együtt. Szóval átmentünk, ugye Pesten felszálltunk, ott leadtuk a nagy csomagokat, és akkor a kicsikkel meg a hátitáskával mentünk tovább, és onnan, tehát ugye Pestről mentünk Frankfurtba. Frankfurtba kellett 5 órát várni, de a magyar gép az késett 1 órát, úgyhogy így igazándiból csak 4-et kellett, szóval az egész frankfurti várakozás, én egyrészt örültem neki, hogy úgymond sokat kell várni, mert ugye lesz időm pihenni. Nem tudom, hogy közületek ki volt már a frankfurti reptéren, de ott vannak olyan székek, amikább ilyen kanapé, vagy ilyen hát inkább nyugágyra tudnám hasonlítani, és tehát most épp fel egy ilyen nyugágy, és konkrétan le tudsz feküdni, tehát a lábad ki van nyújtva, hátra tudsz dőlni, van fejtámla, minden. Szóval az nagyon szuper volt, az nagyon sokat segített, mert, hát hogy mondjam,
most már azért elég hamar, és a babáki rugdosnak, most már azért elég hamar keményedik a hasam. Tehát az, hogy átsorogjak, mert az lehetetlen, ott már egyből bekeményedik a hasam. Sétálni egy olyan 20 percet kb. Tudok, és utána már érzem, hogy dagad a bokám, dagad a vádlim, érzem, hogy le kell ülni, és nagyon kemény a hasam. De amikor leülök, vagy inkább így eldőlök igazándiból, ilyen félig fekvő, ülő pozícióban vagyok, akkor visszapukul egyből. Nem volt olyan nagy gond abból, hogy sokat kellett várni. De ez a sok várakozás is inkább annyi volt, hogy ugye leszálltunk, vettünk egy percet, mert egyből éhes voltam, utána elmentünk egy étterembe, megvacsoráztunk, mert hát olyan 6 óra körül volt délután már, és utána elmentünk ezekhez a kis nyugágyas ülőke helyekhez, és utána szerintem egy olyan 1-1,5 órát voltunk ott, közben beszéltem anyáikkal, és utána már mehettünk is fel a gépre. Most maga a nagy gép az 11 óra volt. És szerencsére este utaztunk, tehát ilyen este 10-kor indult, tehát magyar idő szerint este 10-kor indult a gép, és őszintén ugye kaptunk 3-szor kajcsit, de nálam azért volt ilyen-olyan snack, volt nálam néhány perec is, amit ugye a frankfurti reptéren vettem, azok a jó kis friss, ropogós perec, nagyon jó volt. Szóval én így kb. Folyamatosan ettem. Amikor nem aludtam, akkor ettem. Vagy pisiltem. Hát ugye. Igen. Terhesség ezzel jár. És még ami miatt én aggódtam egy kicsit, az a folyadékbevitel. Mert hát én rengeteg vizet iszok. Tehát terhesség előtt ittam egy olyan 3 litert per nap. Most hát majd nem szerintem 5-6 litert is megiszok, mert annyira kívánom. De őszintén, szerintem az egész út alatt én megittam 4 litert, mert volt nálam víz, amit vettem ugye a reptéren, plusz a stewardessektől kértem, nekik volt ilyen 1,5 literes nagy palack víz, és akkor abból kértem 2-t, szóval ittam bőven, és még annyi volt, hogy ugye kompressziós harisnyát kellett hordanom, ilyen combfixeset, és mondta a doki, hogy amikor tehetem, akkor keljek fel, tornáztassam a lábam, járkáljak fel alá, vagy csak járkáljak egy helybe, hát inkább én a járkáljak egy helybe verziót csináltam, mert ugye a nagy része az egész útnak az este volt, tehát amikor felszállt a gép, akkor már sötét volt, és amikor leszállt, akkor még sötét volt Brazíliában, mert ugye São Paulo-ba szálltunk le, úgyhogy ugye, hogy ne keltsen fel az embereket, hogy egy helybe ilyen kis tornázást csináltam, nyújtózást, mindenféle fajta dolgot, de amúgy tényleg én amúgy eléggé tartottam attól, hogy ugye mi lesz az úton, de szerencsére minden rendben volt, és ugye amikor megérkeztünk São Paulo-ba, akkor ugye a tipikus São Paulo-i dolog, hogy fel kell venned a nagy csomagot, amit Pesten leadtál, sorba kell állnod, még egyszer le kell adnod, mert ugye Európából jöttél, és hogy vám, meg mit tudom én micsoda miatt, úgyhogy ja, azt kellett csinálnunk még, de mondjuk ami jó volt, az, hogy ilyen, tehát ottani idő szerint ilyen hajnal 4-5 körül érkeztünk meg, de ez ugye azt jelentette, hogy alig voltak a reptéren. Szóval szerintem az első gép a miénk volt, ami beérkezett, és tényleg akkora mákunk volt, hogy az a rész, ahol ugye le kell adni a csomagokat, ott 2 ember volt összvisz, és szinte sorba se kellett állni, mert volt vagy 5 kapu nyitva, úgyhogy az úgy nagyon szuper volt. Utána elmentünk megreggelizni, és amikor
kb. Fél órával később elmentünk még egyszer azon a, tehát amellett a rész mellett, ahol ugye mi leadtuk a csomagokat. Hát szerintem egy jó 300 ember állt sorba, és nem mondok nagyot ezzel, mert tényleg gigantikus a São Paulo-i reptér. Úgyhogy nagyon nagy mákunk volt, hogy ott tényleg nagyon hamar le tudtuk adni a csomagokat. Ugye átmentünk ezen a security részen, ahol ugye átvilágítanak, meg ki kell szedni, hogyha folyadék van a táskában, meg ilyenek, meg átszkennelik a táskádat, meg stb. Stb. De ami jó a Brazíliában, hogy mindig bárhova mész, van egy ilyen preferential lane, ugye annak hívják angolul, ami, tehát azok, akik terhesek, kisbabával van, bármilyen ilyen, hogy mondjam, tehát mondjuk te lókocsis ember, vagy az öregek, tehát ilyen 60 feletti, azoknak van egy külön sor. Szóval én azon a preferential lane-en át tudtam menni, és nekem az, hogy átszkenneljék a csomagjaimat, meg engem is átnézzenek, az szerintem összvisz 5 perc volt, Guszti meg legalább egy 20 percet állt sorba. Szóval, ez ilyen. És utána pedig elmentünk ugye a kapuhoz, és egy szerintem egy 10-15 perc ücsörgés után már szólítottak is minket, hogy ugye lehet beszélni, és ugye ott is ugye elsőként szálltam be, vagy fel, mert ugye terhes vagyok, segítettek a csomagot feltenni abban a felső részben, ahova berakod ezeket a kis csomagokat. Tényleg megkérdezték, hogy majd Floripában, amikor leszállunk, akkor ott kell-e segítség leszedni a cuccokat, aminek. Szóval tényleg nagyon, nagyon tündérek voltak, nagyon aranyosak. Úgyhogy ja, tényleg nagyon könnyen ment az egész, és egy pár napot ugye a Guszti tesójánál töltöttünk Floripában, majd utána feljöttek a szülei is, ők elmentek a Guszti apukája Rio mellől származik, és oda mentek családlátogatásra, és ugye csak ők ketten, tehát a Guszti szülei, és ugye az ő autójukkal mi meg visszajöttünk, tehát mi kivittük őket a reptérre, ez volt egy olyan másfél hete, és ma jönnek majd vissza, most már Guszti kint van a reptéren, hogy felkapja őket, és ugye mi meg visszajöttünk az ő autójukkal ide Blumenauba, és hát így egy jó másfél hetet csak mi ketten töltöttünk itt. Van itt egy cica, nem tudom, hogy esetleg felbukkan-e majd valamikor, de bármikor, hogyha lesz videóm is, hallatok ilyen fura nyávogásokat, akkor az a macska lesz. Hát ő szereti vokalizálni azt, hogy ő megérkezik, úgyhogy mindig dumál a cica. Amúgy nagyon aranyos, meg minden kis fiatal kandul macskáról van szó. Hát ugye én úgy tartom azért a távolságot, mert azért feleség közben annyira nagyon nem érintkezhetsz macskával, vagy hát legalábbis a kaki résszel nem, mert ugye abban van a... Mindig elfelejtem ennek a bacinak a nevét. Toxoplazmózis, igen. Ami nagyon veszélyes a babókra, úgyhogy igen. Így mindig, hogyha megsimogatom a cicát, akkor én egyben megyek kezet mosni, biztos, ami biztos. Szóval, igen. Tehát úgy körülbelül ennyi minden, ezt már jó 25 percre filmezek. Igen, szóval ennyi minden történt velünk az elmúlt időszakban. És most egy nagyon picit szeretnék arról beszélni, hogy mi várható a következő, hát nagyjából fél évre, vagy egészen az év végéig. Nos, ugye az egész költözés az ugye természetesen amiatt történt meg, mert kell a segítség a két baba mellé. Amit ugye Magyarországon nem tudtunk volna megkapni, csak szimplán a távolság miatt. Itt pedig ugye a Guszti szülei mind a ketten nyugdíjasok, ráérnek. Nagyon-nagyon-nagyon odáig vannak már, hogy ugye jöjjenek a babok, és nagy házuk van, szóval bőven elférünk, és tehát most a terv az év végéig az lesz, hogy itt élünk velük, és ők fognak nekünk segíteni a picikkel
ugye az elején, és valahogy most jelenlegi álláspont szerint valahol év vége környékén, január, max. Február körül átköltözünk egy saját helyre, ami valószínűleg egy bérelt lakás lesz, de úgy saját, hogy ugye nem a szüleivel fogunk már élni. Nos, akárhány embernek ezt mondom, és van babája, vagy esetleg ikrei vannak, akkor ő egyből a válasz az az, hogy legalább 2 éves korukig maradjatok ott, ne menjetek sehova, mert nagyon kell majd a segítség. Hát azért mi próbálnánk, hogy minél hamarabb megtalálni azt az arany középutat, amikor mind a ketten elegek leszünk arra, hogy ugye a babákat ellássuk, és ne az legyen, hogy úristen, kell a segítség. De ugye az elején ez mindenféleképpen kell, tehát én számomra ez nagyon nagy megnyugtatást ad, hogy az én fókuszom az az lesz, hogy szoptassak, mert szeretnék szoptatni, aztán majd kiderül, hogy menni fog-e vagy sem. Tudjak a babákkal lenni, odafigyelni rájuk, ugye peluscsere, fürdetés, ez az amaz, és ne kelljen arról filózni, hogy na most ki van-e takarítva a lakás, van-e főzve, be van-e vásárolva, van-e éppen valami a hűtőben, stb. Mert ezt szerencsére Augusti anyukája meg fogja nekünk csinálni. Eddig is, akárhányszor jöttünk, soha az életben nem kellett se főznöm, se mosnom, se takarítanom, mert mindent megcsinált. És nem is engedte, hogy csináljam, mert mondta, hogy nem, te most itt vendég vagy, nem csinálod. Szóval, na most, hogyha már... Kutya, oké? Hogyha már ez így volt az eddigi időszakban, akkor most, hogy ugye 2 unokával itt leszünk, így aztán végképp az lesz, hogy tényleg mindent megcsinálnak majd ugye körülöttünk a Augusti apukájával. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. Mert most alapvetőleg ugye a szoptatásnak is amiket én hallottam, meg olvastam, nagyon nagy alapja van, hogy mennyire tudsz szoptatni. Tehát, hogy mondjam, még egyszer ezt a mondatot elmondom. Szóval, ahhoz, hogy jól tudj szoptatni, legyen elég tejed, megfelelő mennyiségű, megfelelő ideig, nagyon-nagyon befolyásolja az, hogy mennyire vagy stresszes, mennyire vagy kipihent, mennyire jól eszel. Úgyhogy ezt az egész 3 dolgot, ebben rengeteget tud segíteni a Guszti anyukája. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy ugye most oké, hogy én x évig itthon leszek a gyerekekkel, de ugye Guszti ilyen max 2 hét, érted, az elején, és utána ő dolgozni fog, és rengeteg hívásban van, és... Érted? Tehát, hogyha ha egyedül lennék otthon, akkor konkrétan egyedül lennék a gyerekekkel. Attól függetlenül, hogy mondjuk Guszti X szobával odébb dolgozik. Attól függetlenül, hogy fizikailag mondjuk a Guszti ott lenne a lakásban velem, de ő mellette dolgozna, a nagyon-nagyon nagy része a dolgoknak úgymond rám hárulna, vagy úgymond hülyén fogalmazva egyedül maradnék vele, de ezzel így, hogy ugye itt vagyunk, így van segítség. Erről rengeteget meséltem, mindegy, akinek van gyereke, biztos megérti, hogy akármennyi segítséget tudsz kapni, azt fogadd el. Mindenkitől ezt hallom, így is fogok tenni. Igen, szóval, még egy utolsó mondat, azzal, hogy ugye itt lakunk, és mivel a dekorjaim már nincsenek meg, valószínűleg sajnos ez azt jelenti, hogy idén nem lesz dekor videó, amiért, hogy mondjam, valamilyen szinten megszakad a szívem, mert imádok dekorálni, meg tényleg nagyon szeretem az ilyen dolgokat, de most a fókusz az ugye a babákon lesz. Úgyhogy várhattok sok babás kontentet, sok babás videó lesz, akarok csinálni egy kérdezfeleleket, szóval
van egy nagyon cuki lány, aki az előző videómnál kommentelt, hogy esetleg szeretnék-e. Hát igen, szívesen csinálok, szóval ha bármi kérdésetek van, bármivel kapcsolatban, tényleg legyen az utazás, Magyarország élet, braziliai élet, babák, bármivel kapcsolatban, tényleg tegyétek fel, hagyjátok itt a kommentben, és csinálok majd egy videót arról, hogy, tehát ugye elmesélem, hogy mi is akkor a válasz a kérdésekre. Úgyhogy, ja, kb. Ilyesmi típusú videóim lesznek. Nem tudom, hogy mennyire lesz időm például ilyen-olyan, mondjuk ilyen ruhás hólokat csinálni, vagy dekor szempontjából mondjuk még azt el tudom képzelni, hogy mondjuk elmegyek itt egy boltba, és ugye felveszem, hogy a boltokban mit lehet kapni, ugye itt Brazíliában, de ugye ez is teljesen új terület számomra, mert ugye nincsenek ugyanazok a típusú dolgok, mint a, mondjuk a Kik, meg a Pepco, Tesco, meg nem tudom még milyen helyekre, Obi, meg ilyen helyekre járkáltam, ugye megnézni az, hogy éppen milyen dekor van az adott szezonban, de ugye itt egyik sincsen, ezek a boltok nem léteznek, de vannak másfajták, úgyhogy fel kell fedezni, lehet, hogy fogunk majd menni ilyen felfedező túrára, én nagyon szeretném, de ugye persze minden attól függ, hogy a babák hogyan fognak viselkedni, hogyan lesz időm és erőm erre az egészre, de amúgy szeretném tényleg tovább csinálni a csatornámat, úgyhogy valószínűleg nagy mennyiségű babával kapcsolatos videóim lesznek, de azért ugye szeretnénk ide-oda utazgatni Brazílián belül, amikor már ugye elég mobilisak lesznek a babák, úgyhogy nem tudom, hogy az még mikor lesz, de mindenféleképpen ugye, amikor majd keresünk új lakást, akkor arról mindenféleképpen akarok sok videót csinálni, mert egyrészt ugye maga az, hogy milyen lakások elérhetőek, mert hát ez egy nagyon szuper újépítésű merencével ellátott lakások vannak itt, sokkal olcsóbban, mint Budapesten. Magyarországon is, de főleg Budapesten. Úgyhogy kb. Ilyen féláron. De itt például az, hogy bútorozott, az, hogy nem létezik, tehát ilyen a félig bútorozott is kb. Abból áll, hogy a konyhaszekrény bent van, meg ugye van mondjuk egy mosógép, meg ennyi, kb. Ennyi. Szóval ott azért lesz rengeteg olyan videó, ahol megyünk majd bútort vásárolni, meg így dekorálom a szobákat, úgy dekorálom, így rakjuk össze a szobákat. Ugye ott is újra kell majd csinálni egy babaszobát, akkor szeretnénk majd játszószobát. Meglátjuk majd, hogy milyen méretű lakást találunk, de lényeg az, hogy lesz bőven majd mit filmezni, csak ugye egy picit változik természetesen az, hogy milyen típusú videókat fogok csinálni. Na jó, ennyi is lenne a mai videóra, köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot nektek, és jövő szerinteli. Ciao!